Edgar Davidsről mindenkinek azonnal beugrik az ikonikus szemüvege, amit a karrierje nagy részében viselt. Azonban ez nem egy szimpla divatos kiegészítő volt számára, amit hobbiból hordott. De akkor mégis miért viselt szemüveget Edgar Davids a futballpályán? 1999-ben egy váratlan esemény majdnem derékba törte a pályafutását. Edgar Davidsnek egy komoly szemműtét miatt szüneteltetnie kellett a labdarúgást. Sajnos a játékos jobb szemében zöld hályogot állapítottak meg. Ez egy olyan betegség, ami megnöveli a szemen belüli nyomást, ami negatív hatással van a látóidegre, ezáltal az ember látására is. Az ideg megfelelő működése elengedhetetlen a futballisták számára, mert ez az, ami a vizuális információt küldi az agynak. Mindenki Edgar Davids gyógyulásáért szorított, és azért, hogy minél hamarabb folytatódhasson egy nem mindennapi karakteres játékos futballkarrierje. Az orvosok a látását stabilizálni tudták, azonban a látása maradandóan károsodott, a szemei pedig gyengék és érzékenyek maradtak. Emiatt, ha a szemét ütés érné, az súlyos egészségügyi problémát okozna. Ezért a pályára csupán egy rugalmas védőszemüvegben térhetett vissza, amely biztosította a szemei megfelelő védelmét, anélkül, hogy a térlátását számottevően akadályozta volna. Egy másik alternatíva lehetett volna a kontaktlencse is. Ám az nem jöhetett szóba, hiszen az nem biztosította volna a szemei számára a szükséges védelmet. Később a holland középpályás ebből a különleges védőfelszereléséből egy divatos kiegészítőt csinált. A hátrányos helyzetéből valósággal egy előnyt kovácsolt, és egy új stílust hozott létre, hiszen meccsenként volt, hogy több különböző színű szemüveget is viselt. Edgar Davidset már korábban is tisztelték a harcos mentalitásáért, de ezután a Pitbull becenévre hallgató játékos abszolút közönségkedvenc lett. A Juventus-szal sikert sikerre halmozott. Három bajnoki cím mellett egy olasz szuperkupa győzelemmel büszkélkedhettek. Akkoriban ez nagy érdemnek számított, hiszen abban az időben még nem uralták 9 évig torony magasan az olasz bajnokságot, mint a 2010-es években. Ugyanakkor a jó hírneve pillanatok alatt a romba dőlt. Davids és az edzője Marcello Lippi között verekedés tört ki, így a játékos kénytelen volt távozni az együttestől. Így került kölcsönben a holland játékos az FC Barcelonához, ahol egyensúlyt hozott a csapat középső alakzatába. Ezáltal kevesebb védőmunkát kellett végeznie Ronaldinho-nak, aki a támadó szekcióban kamatoztathatta a zsenialitását. Edgar Davidssel a kezdőben zsinórban 18 mérkőzésen keresztül nem talált legyőzőre a katalán együttes. A csapat akkori edzője Frank Rijkaard mindenáron megszerette volna tartani legendás játékosát. Azonban a magas fizetési igénye problémát okozott az FC Barcelona vezetőségének, így Davidset nem szerezték meg végleg. A későbbiekben több top csapatban is megfordult, így bátran kijelenthetjük, hogy a zöld hályog nem tett keresztbe egy klasszis játékos pályafutásának. A varázslatos karrierjén túl az egyedi megjelenésével is óriási hatást gyakorolt a kor labdarúgására. Sőt, még ma is mondhatjuk őt a futballvilág valahol volt egyik legkarakteresebb játékosának. Miről szeretnél videót látni a csatornánkon? Az ötleteidet bátran írd le kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobd rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért.